A Snellius Descartes törvény. A hullámok terjedési sebessége függ a közeg jellemzőitől. Például a hang hideg levegőben lassabban terjed, mint melegben, a fény üvegben lassabban terjed, mint levegőben. Ha egy pontforrás épp két különböző sebességű zóna határa helyezkedik el, akkor egy-egy fél gömbhullám fog az egyes térrészekben terjedni más és más sebességgel, és ezért más hullámhosszal. Amennyiben a pontforrás nem a közeg határon van, a keletkező gömbhullámok az eredeti közegben zavartalanul terjednek, de a határvonalról egy részük visszaverődik, más részük pedig behatol az új közegbe. A behatoló hullámok lelassulnak, mert a bemutatott esetben az alsó részben kisebb, épp fele akkora a terjedési sebesség, mint fent. Megfigyelhetjük, hogy ekkora kisebb sebesség miatt a behatoló hullám frontja mozgásirányban összelapul, míg a visszavert hullám egyszerű tükörképként viselkedik. Mi történik, ha sík hullám érkezik a közeg határra? Ha a terjedési irány merőleges lenne a határvonalra, akkor egyszerűen csak lassabban terjednének a sík hullámok az új közegben. Ferdebeesés esetén viszont a hullámfront különböző pontjai nem egyszerre érik el a közeghatárt, így nem egyszerre lassulnak le. Ennek következtében a hullámfront iránya megváltozik. A ferdén érkező sík hullám egy része visszaverődik a határról, másik része behatol az új, kisebb sebességű közegbe. Most bejelöljük az ábrán a hullámfrontokat és terjedési irányokat, valamint a terjedési irányok szögét a beesési merőlegeshez képest. Ezek szokásos elnevezése beesési szög és törési szög. Néhány egyszerű geometriai megfontolással bebizonyítható, hogy a beesési és a törési szög szinuszainak aránya a terjedési sebességek arányával egyezik meg. Ezt a törvényt szokás Snellius-Descartes törvénynek nevezni. A terjedési sebességek arányát törésmutatónak nevezzük. Ez fontos jellemzője az anyagpárnak, mert megmutatja, hogyan történik az irányváltozás a közeghatáron. A Snellius-Descartes törvény különösen fontos az optikában, ahol leírja a fénytörést, de mindenfajta hullámra vonatkozik, ezért széles körben használják.